Idén is elindult Rákosmente önkormányzatának nyári napközis tábora a Zrínyi Miklós és a Gyurkovics Tibor általános iskolában. A 17. kerületi kisdiákokat 8 héten át várják különféle programokkal a szervezők. Nyári diákmunka program 2022. Rákosmente önkormányzata idén is csatlakozott a Technológiai és Ipari Minisztérium által meghirdetett kezdeményezéshez. A külföldi nyaralások alkalmával is egyre tudatosabb a hazai lakosság. A pandémiából adódóan az utazók jelentős része már köt utasbiztosítást. Köszöntöm Önöket, a Rákosmente Televízió krónikáját látják a kerület legfontosabb eseményeivel. A vakáció beköszöntével minden évben nagy terhet lesz le a dolgozó szülők válláról Rákosmente önkormányzata. A helyhatóság által szervezett nyári napközis tábornak ezúttal a Zrínyi Miklós és a Gyurkovics Tibor általános iskola ad otthont. A kerületi gyermekek számára 8 héten át heti turnusokban hétköznaponként reggel 9-től délután 17 óráig biztosítanak felügyeletet, kikapcsolódást, továbbá napi 3-szor étkezést a szervezők. Ismét megnyitott a kapuit Rákosmente önkormányzatának sok éves hagyományra visszatekintő nyári tábora, amely 8 héten keresztül üzemel a vakáció ideje alatt. A kerületben élő diákokat a tavalyi évhez hasonlóan idén is a Zrínyi Miklós általános iskolában fogadják a szervezők. A megjelenteket a nyitó eseményen dr. Füzesi Péter alpolgármester köszöntötte, aki kiemelte, hogy a helyhatóság minden évben örömmel támogatja a tábor létrejöttét, amely a közösségi élmények megélése mellett felhőtlen szórakozást biztosít valamennyi szünideit töltő tanuló számára. Több száz gyermek tud most itt szervezett körülmények között nyaralni, jól érezni magát, fejlesztéseket kapnak, barátságok köttetnek. Az önkormányzat önként vállalt feladata. Ez egészen augusztus közepéig fog tartani. Nagyon sok a jelentkező, több száz gyermek van itt. A koordinációs feladatokat hosszú évek óta Marosi Józsefné látja el, aki 9 segítővel működik együtt. A táborvezető elmondta, az állandó gyermek létszám 180 fő, a változatos programok pedig minden héten más-más tematika köré csoportosulnak. Idén a tematikánk a csoda, mesés csodák, csodás mesék, ebben indulunk körbe, e körül lesznek a programaink, irányításaink, illetve kirándulásaink. Első héten a nyelvi csodákkal fogunk foglalkozni, Bosnyák Viktória írónő fog nálunk foglalkozást tartani, és a varázsceruza a másik témánk ezen, hiszen az illusztrátora is érkezik. Harry Potter hetünk lesz, amit nagyon várnak már a gyerekek és kollégák is, akik nagy Harry Potter rajongók. Természeti csodáktól kezdve a tudományig el fogunk jutni. Nagyon szeretnénk megcélozni a csodák palottáját végre, de az eléggé húzós program. Remélem sikerül kigazdálkodnunk, az önkormányzat elég szépen támogatott minket. Fazekas Milán második alkalommal vesz részt a táborban, és szívesen emlékszik vissza a tavalyi élményekre, találkozásokra. Azért szeretek itt lenni, mert az első táborban nagyon jó volt, mentünk állatkertbe is, meg most akkor ismertem meg a jövőbeli osztálytársamat, mert ugyanabban az iskolában tettünk sikeres felvételit. A Zrínyi Miklós általános iskolában zajló foglalkozásokkal párhuzamosan a másik helyszínen a Gyurkovics Tibor általános iskolában a hátrányos helyzetű, szociális vagy anyagi körülmények miatt rászoruló, továbbá a tanulásban, valamint értelmében akadályozott gyermekek tölthetik a szabadidejüket. Kalmár Szilvia, az ottani táborvezető, a legfontosabb tudnivalókat ismertetve arról számolt be, hogy ez alkalommal 36 növendék mindennapi felügyeletét biztosítják. Nagyon sok programmal várjuk a gyerekeket, napi van, úgyhogy 2 külsős programunk is van. Ügyelünk Katival arra, hogy a nattáborral sok közös programunk legyen, az érzékenyítésre ügyelünk, nagyon elfogadó mind a 2 tábor. A mi gyerekeinknek is nagyon előnyére válik, hogy hozzászoknak fokozatosan sok emberrel, alkalmazkodni kell, és a programokban is egy picit türelmesebbnek kell lenni. A heti felosztású turnusok június 27-én indultak, és egészen augusztus 19-ig tartanak majd. Az egyes időpontokra még bárki jelentkezhet, ennek legegyszerűbb módja, ha az érdeklődők a 0630 369 20 20-as telefonszámon délelőtt 8 és 10 óra között jelzik a részvételi szándékukat.
Rákosmente önkormányzata 2022-ben is csatlakozott a Technológiai és Ipari Minisztérium által meghirdetett nyári diákmunkaprogramhoz. Ahogy a korábbi években, úgy idén is, július 1-e és augusztus 31-e között nyílik lehetőségük a 16 és 25 év közötti kerületi fiataloknak elhelyezkedni különböző munkakörökben. Rákosmente önkormányzata idén is csatlakozott a Technológiai és Ipari Minisztérium által meghirdetett nyári diákmunkaprogramhoz. A városvezetés immáron 11. alkalommal biztosít a 16 és 25 év közötti fiatalok számára pénzkereseti lehetőséget a vakáció idejére. Ez a kezdeményezés a hagyományokhoz híven ebben az évben is július 1-e, valamint augusztus 31-e között valósul meg. Hosszú ideje, évek óta van lehetőség Rákos mentén arra, hogy nyáron, amikor az iskolának vége van, és még az új tanév nem kezdődik el, a gyerekeknek lehetősége legyen nyára egy kis pénzkeresetre, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, hiszen a lakóhelyükhöz közel van, és egy kicsit meg is ismerhetik Rákosmentő önkormányzatának a működését. Dr. Füzesi Péter hozzátette. Ezúttal is többféle munkakörben próbálhatják ki magukat az érintettek. A választható tevékenységek között fizikai, valamint szellemi irányultságú feladatok egyaránt szerepelnek. Rákosmente önkormányzatában, illetve a fenntartású intézményekben mindenféle feladatra várjuk a gyermekeket. Vannak szakképzettséghez nem szükséges munkakörök, illetve szakképzettséghez kötött munkakörök, ettől függ a fizetésük is, hiszen amihez nem kell, ott bruttó 150 ezer forint a bér, amihez viszont kell, ott bruttó 195 ezer forint, és ez napi 6 óra munkát jelent. Azok a diákok vehetnek részt a helyhatóság programjában, akik hallgatói jogviszonyban állnak, nappali tagozaton tanulnak, valamint nem rendelkeznek sem vállalkozói, sem egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal. Az érdeklődők a témával kapcsolatban bővebb tájékoztatást a www.rakosmente.hu oldalon találhatnak. Az elmúlt két esztendőben csaknem egyharmadára esett vissza az útlemondási és az utasbiztosítási piac Magyarországon, ugyanis a pandémiából adódóan nagy mértékben csökkent az utazási kedv hazánkban. A mélypontot követően idén-nyáron újfent fellendülni látszik a turizmus, így a Magyar Biztosítók Szövetsége szerint a statisztikák 2022-ben megközelíthetik a 2019-es rekordévben tapasztaltakat. A koronavírus járvány pozitív hozadékának tekinthető, hogy egyre tudatosabbá vált a hazai lakosság, hiszen jelentős része már nem indul el külföldre potenciális biztosítás nélkül. Két részre osztjuk az utazással kapcsolatos biztosításokat. Az egyik az útlemondási biztosítás, a másik pedig az utasbiztosítás. Az útlemondási biztosítás az addig az időpontig terjed, amíg meg nem kezdjük az utazásunkat. Az utasbiztosítás pedig az utazás ideje alatt nyújt nekünk fedezetet, betegség, baleset és podgyászkárokra. Mivel 2020-ban és 2021-ben a megszokottnál kevesebben töltötték a szabad idejüket a határon túlon, a biztosítási piac teljes díjbevétele az egyharmadára esett vissza. Az idei foglalások ugyanakkor azt mutatják, hogy a nyár folyamán újfent visszatérhet a nemzetközi turizmus korábbi lendülete, így még inkább célszerű gondoskodni a szerződéskötésről. Próbáljuk meg azért gyorsan végig gondolni, hogy nagyjából mire lehet szükségünk, milyen fedezetekre a kiutazás során. Egy nagyon triviális dolog, például, hogyha repülővel utazunk, akkor nem feltétlenül kell az utasbiztosításunknak gépjármű asszisztencia szolgáltatást tartalmaznia. Tehát a felesleges elemeket kivehetjük a biztosítási csomagunkból. A lehetőség további előnye, hogy az út során felmerülő probléma esetén a nap 24 órájában rendelkezésünkre áll, és segítséget nyújt a szolgáltató. Szerződésünk tartalmazza azt a telefonszámot, amelyen saját nyelvünkön 24 órán szolgáltatás keretében el tudjuk érni a biztosítónkat, és hogyha szükségünk van bármilyen segítségre, akkor ezt a biztosító megadja, illetve adott esetben még a beteg megtalálásával is segít, hogyha valamilyen betegségről, sérülésről van szó. A specifikus kínálatból adódóan a díszabás ugyan emelkedett 2022-ben, sokat kockáztathat az, aki biztosítás nélkül indul útnak. A negatív egészségügyi következmények elkerülése és a klímaberendezések megfelelő működése érdekében fontos, hogy a készülékeket rendszeresen karban tartsuk. A szakértők szerint érdemes szezon előtt és azt követően is elvégezni a szükséges tisztítást, melyhez ajánlott szakember segítségét kérni.
Továbbá ajánlott az elmúlt napokra is jellemző hőségben a készülékeket legfeljebb 6-8 fokkal állítsuk lejjebb a kinti hőmérséklethez képest. A témával kapcsolatosan Várkonyi Nándor, a Hűtő és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetségének elnök főtitkára adott tájékoztatást. A meleg nyári hónapok alkalmával sokan indítják be klímaberendezéseiket, azonban mint azt Várkonyi Nándor, a Hűtő és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetségének elnök főtitkára elmondta, mind egészségügyi, mind pedig műszaki szempontból fontos az eszközök karbantartása és megfelelő tisztítása. A takarításnak köszönhetően ugyanis elkerülhető a kórokozók megtapadása a berendezések felületén, emellett az eszköz élettartama is megnőhet. Amint a szakember utalt rá, a szóban forgó műveleteket érdemes szezon előtt és azt követően is elvégezni, ugyanis a legtöbb lakossági készülék hűtésre és fűtésre egyaránt használható. Tehát a fűtési szezonban is, ha használják, akkor pláne ajánlott, hogy a hűtési szezon végén ősszel is legyen egy ilyen tisztítás, de ez az igazság, hogy helyfüggő. Tehát, hogyha olyan helyen van az a készülék, ami nagy forgalmú út mellett por általam éri, vagy erdő mellett mindenféle nyárfaszözök, egyebek képesek ott megtelepedni, akkor elképzelhető, hogy akár három havonta is érdemes ránézni. A fertőtlenítő lemosás, tisztítás az évente egyszer legalább érdemes, hogy megcsinálni. Ahol nagyon párás a levegő, ott akár penészgombák is megtelepedhetnek, ha ilyen tapasztalat van, akkor természetesen sűrűbben érdemes megnézetni. A klímaberendezések karbantartásakor érdemes szakember segítségét kérni, ugyanis a tisztítás mellett a szakértő a készülék műszaki állapotát is felméri. Napjainkban ugyan már olyan klímatisztító eszközök állnak rendelkezésre, amelyekkel könnyedén kitakarítható a berendezés, azonban a kültéri egységhez mindenképpen ajánlott hozzáértő személy segítségét kérni. Szakember segítségét igénybe véve, azért arról nem árt meggyőződni, hogy az a szakember, aki ezt a munkát elvégzi, az jogszerűen végzi a munkáját, tehát be van-e regisztrálva a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság felületére. Ezt könnyen lehet ellenőrizni elektronikusan is, és ezzel nagyobb biztonsággal jó munkát fog, jó teljesítést fog kapni a megrendelő. A szakember továbbá hozzátette, a fiziológiai mérések, illetve tapasztalatok alapján fontos, hogy a kinti hőmérséklethez mérten 6-8 foknál nagyobb különbséget ne állítsunk be a hűtőeszközön, ugyanis az ennél nagyobb eltérés, főként a csecsemők és az idősebbek esetében, akár hősokkot is okozhat. Most következzen néhány fontosabb hír a közelmúlt eseményeiből. Június 24-én a Rákoskeresztúron található, felújított Kévevágó utcában tartottak bejárást, melyen Horváth Tamás polgármester, valamint Nagy Anikóhoz érintett körzet önkormányzati képviselője egyaránt jelen volt. A vonatkozó útszakasz korszerűsítésével kapcsolatos munkálatok május végén kezdődtek el, és június közepén fejeződtek be. A fejlesztés részeként pedig teljes hosszában új aszfaltburkolatot kapott az utca, valamint az út szélén úgynevezett tömörített mart aszfaltból készült patka került kialakításra. Újabb Rákosmenti utcát láttak el aszfaltburkolattal a szakemberek. Ezúttal a Rákoskeresztúron található Kévevágó utcában történt egy útfejlesztési beruházás. A munkálatok május végén kezdődtek meg és június közepén fejeződtek be. Az összességében 249 métert érintő szakasz bejárásán jelen volt Horváth Tamás polgármester, aki kiemelte, hogy a korábbiak során nagyon rossz állapotban volt az utca, ezért nem érte volna meg, ha csupán kátyúzást hajtottak volna végre a területen. Ezért döntöttünk úgy, hogy akkor egy teljes úgynevezett szőnyegezéssel fogjuk felújítani, de természetesen a szőnyegezéssel együtt a vizetető árok felújítása is megtörtént, hiszen nagyon sok víz jön föntről lefelé, lejt az utca, a Napkelet utca felé, és nagyon sok víz jön le innen, és ezért kellett az árkot is felújítani. 27 millió forintba került ez a beruházásunk, és ez nagyon fontos számunkra, hogy az útjainkat lehetőségeink képest minél többet fel tudjunk újítani. Ami Nagy Anikó Rákoskeresztúr önkormányzati képviselője utalt rá, a helybéli lakosok nagyon örülnek a beruházás létrejöttének, mert a szóban forgó részen jelentős az átmenő forgalom, most pedig már nem kell a pályaszerkezet hiányosságaival szembesülniük az autósoknak.
Nagyon örülünk, hogy elkészült az utca. Nagyon sok panasz érkezett a gátyuk miatt, az autósok nagyon sokszor felhívtak engem, és kérték, hogy javítsuk meg. Hát a maga a kátyúzás az ugye csak átmenetileg oldotta meg a problémát, ezért kapott egy új aszfalt réteget ez az út. Ezen kívül megoldottuk a vízelvezetési gondokat is, illetve hát a patka is elkészült, úgyhogy most remélem, hogy már nem fog panasz jönni, hanem örülnek az itt lakók, illetve a használók, hiszen nagyon sokan mennek keresztül, nem csak az itt lakók használják ezt az utat, nagyon sokan mennek át ezen az úton, és ezt használják, hogyha hazamennek, vagy mennek valahová, úgyhogy 3 hét alatt nagyon gyorsan elkészült. A helyhatóság útfelújítási programja tovább folytatódik. Jelenleg Rákosegyen zajlanak hasonló jellegű munkálatok, az ottani útszakaszok átadása is hamarosan megtörténhet. Kis Horváth Luca, a rákosegyi VSA játékosa, számos hazai és nemzetközi versenyen állt a dobogó valamelyik fokára. Az idei szezonban többek között az észtországi világkupán Oswald Dániellel páros számban nyert aranyérmet, míg egyéniben második helyezést szerzett. A fiatal tekézőt az U18-as sportsikerekhez gratulálva Horváth Tamás polgármester köszöntötte irodájában. Nagyon nagy szeretettel gratulálok neked, és akkor további sok sikert kell, és megengedett kicsit. És adok neked, parancsolj. És akkor még egy kis helyi ajándékokkal szolgálok neked, egy kis rákosmente csomagot is. Vagy a hamár rákosmente színeit. Így köszöntötte Horváth Tamás polgármester Kis Horváth Luca tekézőt, aki fiatal kora ellenére már számos hazai és nemzetközi megmérettetésen állhatott dobogóra. A játékos közel 10 éve űzi ezt a sportot, hiszen szülei révén már gyermekkorában ebben a közegben nevelkedett. Ahogy a korábbi versenyszezonok, úgy az elmúlt időszak is meghatározó élmény volt számára. Nagyon sok pozitív tapasztalatom volt, szerencsére pozitív élményeim is. Minden negatív sikert egyébként én tanulásnak élek meg, úgyhogy így ez egy pozitív év volt számomra. Sokat tanultam is, de szerencsére sokat el is értem. A jövőre nézve pedig nyilván minél feljebb szeretnék jutni, minél előbb. Vannak kitűzött célok, amiket remélem minél előbb sikerül elérni. A játékos hozzátette, a májusban lezajlott észtországi világkupán elért eredményekhez elengedhetetlen volt a megfelelő koncentráció, így az edzések mellett kiemelt fontosságú számára, hogy mentálisan is felkészüljön a versenyekre. Ennek érdekében rendszeresen beszélget sportpszichológussal, ami miatt még magabiztosabb a pályán. Ezáltal nem csak, hogy sok tudást nyerek, hanem magabiztosabbá válok, tehát nagyon sokat segít egy mentális tréning, nem csak a sportban, a mindennapokban is szerintem. A sport karrierjében kitűzött célok mellett a tanulás is fontos Kis Horváth Luca számára. A Rákosmenti Békési György szakközépiskola diákja egyetemen szeretné folytatni tanulmányait a későbbiekben. A Rákosmente televízió krónikáját látták, riportjainkat visszanézhetik honlapunkon, a rákosmentetv.hu oldalon. Vigyázzanak egészségükre, minden jót kívánunk, viszontlátásra!